Az APAHOM Egyesület elnöksége úgy döntött, hogy az idei évtől az APAHOM alkotói díjjal szeretne jutalmazni egy valakit, minden évben egyetlen embert. Az önkormányzat nagyon szépen falunapon elismeri díszpolgári rangot, Zákány Székér díjat, elismerő okleveleket ad az arra méltó embereknek. Mi emellett gondoltuk azt, hogy szeretnénk az APAHOM Egyesület elnöksége értékrendje szerint, amikor úgy érezzük, hogy arra méltó ember alkotott, tevékenykedett, tett a közösségért sokat, nagyon sokat, vagy még többet, akkor azt mi szeretnénk elismerni. És most itt van közöttünk az a valaki, akinek ezt az első APAHOM alkotói díjat szeretném átnyújtani az elnökség nevében. És hát a sors úgy rendelte, hogy ez a díj családon belül maradjon, ami miatt egy kicsit furcsán is érzem magam. De hát azt hiszem, hogy ez emiatt nem bironkodnom kell, hanem kihúzni magam és büszkének lenni rá, mint ahogy vagyok is, hogy ilyen gyökerekkel, ilyen indítatással áldott meg engem a sors. Szóval szeretném Szabó Istvánt ide szólítani, aki a mai este a színjátszás története kapcsán nagyon sokszor szóba került, de ha most ez az este a mozi történetéről szólna, ha az Zákányszéki paraszkórusról szólna, hogyha az aktivitásról, a tenni akarásról szólna, akkor nagyon sok szálon említhetnénk fel az ő nevét. Úgyhogy köszönjük szépen Szabó Istvánnak, hogy ennyit tett Zákányszékért, és az alkotói díjat ezennel nem csak magam, hanem az APAHOM Egyesület nevében szeretném átadni. Évben nem is nagyon foglalkoztam ilyen dologgal, úgyhogy nálam a régi dolgokat hozzuk mindig előre. Ez is mutatja, hogy sikerül beleszorítani ennyi mindent az ezt megelőző évtizedekbe, úgyhogy ez a díj szerintem jó kezdetben. Nagyon szépen köszönöm.